A 21. század az energia évszázada lehet. A lehetőségeket felismerve 2002. október 17-én megalakult az Energetikai Szakkollégium, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Energetikai Társaság támogatásával gépész és villamosmérnök hallgatók együttműködésében. Az energetika iránt érdeklődőknek, illetőleg a szakirányjal még csak tanulmányok szintjén foglalkozóknak egyaránt közös érdeke volt, hogy a következő mérnök generációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt hiteles és a lehetőségekhez mérten teljes képpen rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről. A Kármán Tódor kollégiumban tartott alakuló közgyűlésen a hallgatók részéről az elnök Nagy Máté, a tanári elnök pedig dr. Zsebik Albin lett. Gondolat már talán mondhatom, hogy több évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy alapítani kellene egy a hallgatók számára az egyetemi oktatásnál egy kicsit többet adó fórumot. Így került sor arra, hogy az éppen akkor energetikával foglalkozó hallgatókkal beszéltünk az alapításáról, és arra való tekintettel, hogy ők is látták benne fantáziát, fontosnak tartották, megállapodtunk abban, hogy a akkor éppen működő három energetikával foglalkozó társadalmi egyesülettel összefogva az egyetemi tanszékek támogatásával megalakítjuk a szakkollégiumot. Megvallom, számítottam, hogy igen, sikeres lesz, de most megint úgy látom, hogy az akkori elvárásainkat felül is múlják a jelenlegi vezetők, akik tovább viszik ezt a szakkollégiumot az azóta már eltelt közel 8 év óta. Tehát én számítottam rá, hogy jó lesz, hasznos lesz, és valóban ez teljesült is. Mindig legyen valaki, aki a stafétát tovább átveszi és tovább viszi. Megint csak hát ugye arra ösztönözzük a fiatalokat is, hogy vigyék tovább, és gondoskodjanak az utánpótlásról. Eddig ez sikerült, én bízok benne, hogy a jövőben is így lesz. A nyári gyakorlatot és az ösztöndíj programot Németh Bálint idején vezette be a szakkollégium, aminek vezető tisztségét PhD hallgatóként is betöltötte. Semmilyen hallgatói önkormányzat vagy egyéb diák szervezetekhez nem kívántunk akkor sem, és a mai napon sem működésben, szereti felépítésben vagy egyébben hasonlítani. A szakkollégium az egy külön szakmai szervezet, tehát elsődleges cél az az volt, hogy ez ilyen jellegű plusz tudáshoz jussak én is. Aztán ez az évek alatt, vagy a fél évek alatt alakult, hiszen az új szervezeten különböző ötletek, különböző plusz dolgok mindig jöttek, szépen bővült a létszám, és hát megkaptam a bizalmat a kollégáktól. A szakkollégiumnak az elmúlt években sikerült egy olyan kapcsolatrendszert kialakítani a cég közép- és felső vezetőivel, aminek révén viszonylag könnyen, gyorsan lehet mondjuk nyári gyakorlatra vagy egyéb állás lehetőségekhez jutni. Viszont ha nincsen meg a háttér tudása, ami jött az egyetem ad, és nincsen meg egy jó diploma, nincsen meg egy TDK, nyelvtudás és a többi, akkor hiába a szakkollégium által biztosított lehetőség, nem fog működni a dolog. Nagy Máté, aki az alapításkor a Műszaki Egyetem hallgatója volt, mára a szervezetben pártoló tagként segíti a munkát. Elmondása szerint szakmai előmenetelét jelentősen segítette a szakkollégium, szívesen emlékszik vissza a kezdetekre. Több olyan oktatómmal is jó viszonyt ápoltam, aminek az volt az eredménye, hogy kikértem erről véleményüket, és közülük is a Zsebik Albin volt, aki biztatott arra, hogy mi lenne, hogyha ezt szervezetten
szervezett keretek között szervezetként hívnánk meg iparból, államaparátusból embereket előadni azokról az aktuális problémákról, amik már akkor bennünket is foglalkoztattak. Tehát a szakkollégium úgymond ennek az apropóján jött létre. Kicsit talán a legenda részéhez hozzátartozik, hogy a kezdetek kezdetén még ezt az egészet próbáltuk úgy a Kármán Tódor kollégiumra szorítani. Ott folytattuk a tevékenységünket, ott kaptuk meg az alaksori egyik nagy termet. A későbbi energetikai gépek és rendszerek tanszékről hoztuk el az írásvetítőt, a számítógépet, a vásznat, egy úgymond ilyen ismerősi körből alakult ki. Tehát megvoltak a tanári kapcsolatok, és volt egy olyan ismeretségi kör, akik hasonló irányú érdeklődést mutattak, villamosenergia, hőerőműves szakirány, és ezek az emberek azok, akik úgymond megszólították a társaikat, és így kerültek össze az emberek az első előadásokra. 2008 nyarától Hartman Bálint a szakkollégium elnöke. Szerinte az alapvető célok nem változtak az alakulás óta, a tapasztalatok azonban kiszélesítették a szakkollégium tevékenységi körét. Jelenleg úgy érzem, hogy az elmúlt évek tendenciája az volt, hogy az egyetemi oktatás, illetve a szigorúan vett alapításnál meghatározott célok mellett sokkal inkább próbáltunk nyitni a nyilvánosság felé. Részt vettünk például a múzeumok éjszakáján, mint rendezvényen, a Magyar Műszaki Értelmiség napján megjelentünk. Különböző kiadványokat szerkesztettünk, amelyek már elsősorban a civil élet felé szólnak. Előadásaink programjait is igyekszünk úgy megválasztani, hogy viszonylag laikusok számára is tudjunk valamennyit mutatni ennek a szakmának a szépségeiből. Alapvetően fölnőtt az a generáció, aki ezt a szakkollégiumot folytatni tudja. Megjelentek azok az új ötletek, amelyek mentén én úgy gondolom, hogy ez a munka folytatható. Amit a legfontosabbnak érzek én, ennek a szempontjából is erre a szakkollégium mindig is odafigyelt, hogy keressük meg azokat az embereket, akik húzó emberek lehetnek. Nyilván az elkövetkezendő 2-3, adott esetben 4-5 évben, akár teljes egyetemi pályafutásuk alatt. Illetve találjuk meg azokat a területeket, amelyeken már nagyon jók vagyunk. Nyilván ebből adódni fog az, hogy mi az, ahol javítanunk kell, ahol változnunk kell, vagy ahol elment mellettünk esetlegesen már az idő. Az energetikai szakkollégium magját a villamosmérnök és a gépészmérnök hallgatók alkotják. Őket külön-külön képviseli egy-egy személy. Mint kiderült, a szakkollégium tevékenységében nincs megkülönböztetés a két kar egyetemistái között. A szakkollégiumot alapvetően három részre osztanám. Egyszer egy vezetőségből, amit az elnök, két alelnök, a villamoskar, illetve a gépészkari alelnök alkot, illetve a titkár. A vezetőség, illetve a szakkollégium munkáját felügyeli egy ellenőrző bizottság, ahol az egyetem kettő tanára, illetve a szakkollégium korábbi elnöke részvevő, Németh Bálint. És emellett a vezetőség alatt található a tagság, két szekcióra osztva, a gépészkari tagság, illetve a villamoskari tagság, ahova értelemszerűen besorolódnak a gépészkari, illetve a villamoskari hallgatók, az egyéb egyetemekről, karokról érkező hallgatókat pedig beosztjuk egyes csoportokba. Emellett még részlegekben folyik a munka, van a pályázati és közéleti részleg, az ipari kapcsolatok részleg, PR részleg és a tanulmányi és szabadidő részleg. Ez egy képviselet a maga saját részemről a gépészmérnöki kar felé. Tehát, hogyha valamilyen adminisztratív dolgot kell intézni, akár tanszékekkel, akár a vezetőséggel a gépészmérnöki karról, az természetesen a gépészkari alelnök feladata. De a tagoknak tehát a tagok között semmi megkülönböztetés nincs a között, hogy a gépészkari hallgató vagy villamoskari hallgató. A szakkollégium gerincének másik felét a villamosmérnök hallgatók teszik ki. Ugyan kisebb létszámban képviseltetik magukat a szakkollégiumban, de a munkából ők is kiveszik a részüket. Úgy érzem, hogy alapvetően lehet különbséget tenni a gépészmérnök és a villamosmérnöki kar között olyan szempontból, hogy az energetikával foglalkozik a szakkollégium. Adódik, hogy gépészekkel és villamosmérnökökkel vagyunk kapcsolatban, azonban a villamosmérnöki karon talán, mintha nagyobb lenne az ilyen jellegű, nem is nyomulása, de a térnyerése az adott köröknek, szakkollégiumoknak, tehát sokkal többen próbálnak meríteni egyrészt, másrészt valószínűleg nagyobb a hallgatók leterheltsége, és tehát sokkal kevesebb szabadidőjük marad az ilyen jellegű tevékenységekre. Azért egy problémát jelent mostanában a szakkollégium életében, hogy a villamosmérnöki utánpótlást
megteremtse. Ma már elértünk odáig, hogy az előadásainkat egyrészt körülbelül az 50%-át kiadják az ipari szakemberek, oktatók, külső érdeklődők, valamint a maradék 50% a hallgatóság is. Annak a nagyobbik hányada inkább a gépészek közül, míg egy kisebbik része a villamosmérnökök közül kerül ki. A szakkollégium titkára az általános vezetőségi feladatok mellett kiemelten foglalkozik a pénzügyi és adminisztrációs teendőkkel. A szakkollégium legfőbb célja szerintem az, hogy motivációt adjon az embereknek. Az egyetemi oktatásban sajnos erre nem mindig jut energia, lehet, hogy szándék, lehet, hogy időhiányában. Ami nekem nagyon fontos az egész szakkollégiumban, hogy egy olyan csapatnak vagyok a része, ahol mindenki világszínvonalon akarja végezni a munkáját. Legyen az gépész vagy villamosmérnök, és akarja bármilyen szinten végezni a munkáját a későbbiekben. Tehát akár egyetemi kutató akar lenni, akár az iparban akar elhelyezkedni, itt mindenki a legjobbak közé szeretne tartozni. És ez nagyon fontos, hogy egy ilyen közegben mindenki a maximumot tudja kihozni magából. Az ipari kapcsolatok részleg prioritása a nyári szakmai gyakorlat szervezése. A támogatókkal való jó kapcsolatunk több éves magas színvonalú munka eredménye, mára tevékenységünk egyik meghatározó alappillérévé vált. Mint energetikai szakkollégium, benne van a nevében is, hogy a szakmával is foglalkozzunk, és ez nagyon fontos, hogy ne csak az iskolapadból hallják a hallgatók azt, hogy miről is szól a mérnök szakma, hanem oda kerüljenek igenis egy céghez, kapjanak egy konkrét feladatot vagy részfeladatot, önállóságot kapjanak ehhez, és sikeresen megoldják. Mégis a próbára tesszük őket, és hogyha sikerrel járnak, akkor akár a cég is honorálja ezt egy hosszú távú szerződéssel. Eleinte, az első években, amikor még a szakkollégium nem volt ilyen népszerű, akkor úgy történt a megkeresés, hogy megkerestünk minél több céget azzal, hogy műszaki egyetemen tanuló mérnök palántákat foglalkoztatnának a nyáron, és ez alapján, mivel akkoriban hiány volt a mérnök hallgatókból, ezért nagy örömmel fogadtak minket. Ez manapság már viszonylag könnyen megy, hiszen kiépült egy kapcsolati rendszer, tehát már kapcsolati tőke már eléggé megerősödött, és előfordulhat manapság az is, elő is fordul, hogy minket keresnek meg a cégek. A tanulmányi és szabadidő részleg feladatként tűzte ki, hogy az ipar számára hasznos diplomamunkákra, illetve a tudományos diákköri konferencia dolgozataira felfigyeljen a szakma is. A részleg a 2009 óta megrendezett országos tanulmányi verseny lebonyolításában is főszerepet kap. Szabadidős tevékenységeink közül a csapatépítő tréningek és a foci csapat koordinálása is feladatai közé tartozik. Másik fontos feladatunk a tanulmányi verseny. Ez egy viszonylag új keletű dolog. Tavaly rendeztük meg először a tanulmányi versenyt. Akkor középiskolásoknak és egyetemistáknak egyaránt meghirdetésre került a verseny. Idén azonban csak a középiskolásoknak hirdettük meg. Ennek tulajdonképpen az az oka, hogy magával a versennyel is az volt a célunk, hogy az energetikára, mint egy nagyon fontos szakterületre felhívjuk a jövő generációk figyelmét, és ezt jobban el tudjuk érni akkor, hogyha csak a középiskolásokat célozzuk meg ezzel a versennyel. A tájékoztatásért, konferenciák lebonyolításáért a PR részleg a felelős. Számottevő a nemzetközi szintű fórum létrehozása is, melyet nagy érdeklődéssel fogadnak a szakmai körökben. Az volt a cél, hogy egy energetikai, tehát az energetikában kutatásokat folytató hallgatókat, oktatókat, fiatal oktatókat, kutatókat nemzetközileg is összehozzuk, és itt Magyarországon rendezünk nekik egy olyan konferenciát, ahol eszmét tudnak cserélni, kapcsolatokat tudnak építeni. És ezt a célt egyébként, illetve ezt a konferenciát folytatjuk, két év múlva is megrendezzük, akkor már valószínűleg nem Magyarországon, de mindenképpen újra lesz IYC konferencia. A pályázati és közéleti részleg főként a háttérből segíti a szakkollégium életét. A sokszínű program megvalósításához szükséges források megpályázása és a szakkollégium média megjelenéseinek koordinálása a feladatuk.
De azt gondolom, hogy az energetika mindenki számára érdekes témakör lehet, hiszen mindannyiunkat érint. Próbálunk szakmai programokat is nyújtani, de olyan programokkal is igyekszünk kedveskedni a látogatóknak, akik kevésbé szakmai, de inkább közérdekű jellegűek. Közéleti oldalról inkább a sajtó kapcsolatok az, ami minket érint, tehát hogyha valaki publikálni akar például, tehát olyan értelemben inkább szakmai résszel foglalkozunk, akkor rajtunk keresztül megy ennek az intézése. Az energia évszázadában ezért hiánypótló az a munka, amit az energetikai szakkollégium vállalt el. A nemzetközi szintű elismertség és az utóbbi évek alatt felsorakozott támogatók száma is alátámasztja, nem véletlenül foglalkoznak életünk egyik legfontosabb területével. Az érdeklődők a szaktárgyú programokon és az internetes felületen kívül akár különböző közéleti rendezvényeken is találkozhatnak az energetikai szakkollégiummal, hiszen a szakmai körökön túl mindannyiunk érdeke, hogy élhető legyen a 22. század.